A Tour de Fecht háromnapos nyári túrája június 29-én reggel kezdődött el a Szent István téren. Tavaly alakítottuk meg a Tour de Fecht nevű kerékpáros baráti körünket, ketten, vagy hárman, és most már elég rendesen kinőtte magát. Most 20-an fogunk indulni egy 204 kilométeres túrára. Ezt minden évben megcsináljuk, és vannak különböző tavaszi, őszi túráink, amik 50-60 kilométeresek, és spontánszerűen is szoktunk túrákat csinálni, nagyon szereti a társaság. Az úgynevezett kisebb lélegzetvételű 60 kilométeres túrákat mindig a környező települések érintésével szokták megszervezni. Ezt a nagy túrát ezt mindig egyszer csináljuk meg nyáron, tavaly is egy 200 kilométeres túrát csináltunk, akkor a Gödöllői Dombság és a Tápióságot érintve csináltunk egy kört. A mostani, ez a Velencei tó, Gárdony mellett fogunk megszállni, és utána Dunaújváros és Dunaújváros tó vissza Tas, Hunszent Miklós, Tatárszentgyörgy, hogy erre fogunk visszajönni, ez 204 kilométer lesz. A túrát szervíz és podgyászautó kísérte végig, a tempó átlagosan 12 km/h volt. Mivel közutakon tekertek, a láthatósági mellények viselését kötelezővé tették a résztvevőknek. Milyen a csapat összetétele? Milyenek a tagok? Hát nagyon heterogén a dolog. Hölgyek, férfiak, gyerekek nincsenek, mert azért ezt bírni kell egy ekkora távot. A legidősebb az 67 éves Orszi Tanár úr, biztos mindenki ismeri Orszi Jóskát. Ő a Agárnál fog csatlakozni hozzánk, mert neki sajnálatos módon egy temetésről fog odajönni. És hát a legfiatalabban 20 éves, azt nem tudom pontosan, de hát ekkora a idő vallunk korban. Milyen kondíció kell ahhoz, hogy valaki nekivágjon egy ilyen távnak? Elég, hogyha mondjuk naponta biciklizik, vagy ehhez azért több erő kell? Hát kell hozzá biciklizni, az igazság. Nem kell nap mint nap nyomni a pedált hozzá, de amikor megyünk túrázni, előtte azért erre rá kell edzeni. De általában ezek az emberek, akik járnak, ezek mind bringáznak valamilyen szinten. Kisebb csoportokban, baráti körökben. Úgyhogy edzésben van a társaság. Vannak-e segítőik ez alatt a túraútvonal alatt? Igen, másképp ez nem megy, tudnélik, itt azért csomagok vannak. Itt szeretném megemlíteni Garajszki József vállalkozó, fuvarozó vállalkozó, alias Deszka személyét, aki viszi az utcainkat. Minden esetben így próbáljuk ezt megoldani, és Hulya István kerékpár szerelőt, aki a szervizelést végzi végig egész úton. Úgyhogy ez nagyon fontos, mert enélkül nem lehet megcsinálni. Egészségügyi ellátásunk is van, egy mentőtisztünk is, a Zelovics Károly személyében, mentőasszisztens jobban mondva, aki pedig ezt fogja elvégezni. Az egyesület azért alakult meg, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen keveset is mozgunk a mindennapok során. A tagok fontosnak tartják, hogy a sok munka mellett megfelelő kikapcsolódásban is részesüljenek, ezért vesznek részt a túrákon is.